időm még van, fiatal vagyok, csak 38, úgyhogy előttem az élet. Úgyhogy nagyon készülök arra, hogy újra pályára lépjek. Most úgy vagyok vele, mint egy fiatal gyerek, aki sokáig nem engedték játszani. Tényleg úgy vagyok, úgy érzem magam, mint egy gyerek, aki alig várja, hogy pályára lépjek. Úgyhogy ha egészséges leszek, akkor biztos vagyok benne, hogy hasznára leszek a csapatomnak. Hétfő délután a Királynék városába látogatott Gera Zoltán, a Ferencváros labdarúgója. A 97-szeres válogatott focista a Noszlopi Gáspár gimnáziumban beszélt karrierjéről, teltházas előadása előtt pedig a vehisport.hu-nak is nyilatkozott. Kérdezném, hogy vagy? Hogy áll a rehabilitációra, a sérüléseket követően, hogy érzed, ott lehetsz az NBA tavaszimitányán? Köszönöm szépen, egyre jobban. Még van egy kis lemaradásom, de nagyon remélem, hogy most már egy-két héten belül újra pályára léphetek. Úgyhogy csinálom a rehabilitációt, és várom azt, hogy minél tudjak játszani. Pécsről indultál, klub szinten Európa Liga döntő szereplésig jutottál, a válogatottban 97-szer ölthetted magadra a címeresmest, tagja voltál a 2016-os EB-n remeklő magyar válogatottnak. Mit tanácsolnál azoknak a fiatal gyerekeknek, azoknak a fiatal tehetségeknek, akik a te utadat szeretnék végigjárni, akik a te utad szerint szeretnének eljutni nagy magasságokba? Nehéz kérdés, mert mindenki más, mindenkinek megvannak a maga sajátosságai, tehetsége. Én azt gondolom és azt tanácsolom mindenkinek, hogy szeressék a futballt, játszanak minél többet, ahogy lehet, legyen szorgalmasak, tegyék meg mindent azért, hogy minél jobban, minél magasabb szintre tudjanak eljutni. És hát ez nem csak a futballra vonatkozik, ha az ember valamit el akar érni, akkor mindent megtesz érte, alárendel sok minden, hogy meg tudja valósítani az álmait, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember sok mindent alárendeljen annak, hogy futballista legyen, ezért sok áldozatot kell hozni, és kinek mennyi tehetsége van, de azt gondolom, hogy a szorgalom sokkal fontosabb, mint a tehetség. Nagyon szeretem a futballt, és én nem tekintettem soha munkámnak, vagy egy olyan dolognak, hogy most szenvedek, vagy nem akarok játszani, vagy valami problémám van, hanem ez a szenvedélyem is a futball. Úgyhogy olyan szerencsés helyzetben vagyok, meg azok is, akik a futballból keresik a kenyerüket, azt csinálhatják, amit szeretnek. De hát az áldozatot természetesen hozni kell, az ember nem mehet bárhova, ahova akar, idővel le kell feküdni, nem ehet bármit, nem csinálja azt, amit akar. Tényleg készülni kell nem csak a mérkőzésekre, hanem magára az edzésre. Úgyhogy én ezt azt gondolom, hogy elég jó mértékben meg tudtam hozni ezeket az áldozatokat, és hát természetesen a családomnak is erre vevőnek kellett lenni, hiszen a feleségem nem piszkálta, amikor délután lepihentem a két edzés között, hanem hagyta, hogy pihenjek, úgyhogy az embernek a környezetének is sok áldozatot kell hozni. Miért fontosak neked az olyan motivációs előadások, mint amire most is készülsz, mint ami most fog következni? Mit jelent neked az, hogy a jövő futball generációja veszprémi futball tehetségek fognak most át hallgatni? Törülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek. Ez mindenképpen azt jelzi, hogy szeretnének minél magasabb szintre eljutni a futballba. Mindig örömmel jövök ilyen rendezvényekre. Hogyha egy-két mondatot tudok mondani egy-két játékosnak, amivel akár a pályafutását meg tudja alapozni, annak nagyon örülök. És a természetesen a saját példámat szeretném elmondani, hogy nekem hogy sikerült, nem szeretnék okoskodni, hogy mi az, amit mindenképpen csinálni kell. Ahogy már említettem, mindenki más. Mindenkinek más útja van, de viszont vannak olyan alap dolgok, amiket ha egy fiatal futballista megcsinál, akkor azt gondolom, hogy ha esetleg nem a futballpályán, de maga az élet területén sikeres lesz. Zsavas Lékensz érkezésével új korszak indul a válogatottnál. Hogy látod, részese lehetsz még ennek a kalandnak? Hívogat ez még téged? Természetesen vonz a válogatott mindig. És
hogyha egészséges vagyok, és újra elkezdek játszani a Fradiba, akkor utána lehet arról beszélni, hogy játszok-e még, vagy nem, de most egyelőre ez még nem aktuális. Megerőtetted a Ferencvárost. Idén úgy tűnik, hogy a Fradi és a Videóton külön meccset vív a bajnoki aranyért. Mit gondolsz, hogy látod, mi az, amivel elorozhatjátok a Videóton elől a bajnoki címet? Mi dönthet a két csapat közül, hogyha ez a két csapat fog? Talán a kiegyensúlyozottság. Amikor a csapat nem jó játéka, de mégis nyer, ezen fog múlni szerintem, hogy minél több olyan mérkőzést kell lehozni, amikor esetleg a csapatnak nem úgy megy, ahogy szeretné. Úgyhogy a kiegyensúlyozottság szerintem ez a kulcsa a bajnokságnak.